Tisztelt karcagi lakosok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a televízió képernyői előtt, hiszen a mai naptól újabb kormányintézkedések kerültek bevezetésre a COVID-járvány megelőzése és annak terjedésének megelőzése érdekében. Ez szerint, amely Karcagot is mindenképpen érinti, hogy a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban, színházakban csak minden harmadik széken lehet ülni, a maszk viselése pedig egyértelműen kötelező. Az operatív törzs javaslatára a szórakozó helyek bezárnak, éjfél és hajnali 5 óra között kijárási korlátozás lép életben. Ezen felül Karcagváros önkormányzata döntött arról, hogy további várost érintő szigorításokat lép életbe. Ennek megfelelően a ma délelőtt, ma reggel megalakítottuk a Karcagvárosi Operatív Egyeztető Fórumot, amely úgy látta jónak, és ez polgármesteri utasításban került a mai naptól bevezetésre, hogy a karcagi piac területét egyértelműen határvonalakkal kijelöljük, és ezen a határvonalon belül a maszk használata a piac teljes területén kötelező lesz. Továbbá, hogy a piac területén lévő árusító helyeken a hideg és meleg ételek megvásárlása csak elvitelre értékesíthető, a helyben fogyasztását megtiltottuk. Kérek mindenkit, hogy fokozottan, zárt térben orrot és szájat is eltakaró maszkot használjon. Fokozatosan figyeljünk a 1,5 méteres távolság megtartására. Kerüljük azokat a megszokott üdvözlési formákat, amelyekkel a vírust megelőzően éltünk, a kézfogással, az öleléssel, a puszival és a hasonló üdvözlési formákkal, tehát ezt mindenképpen kerüljük. Aki betegnek érzi magát, az telefonon keresse házi orvosát, beteg gyermeket lehetőleg senki ne vigyen közösségbe. Figyeljünk oda a rendszeres és alapos kézmosásra, naponta többször fertőtlenítsük kezünket. Kérem, hogy a karantén szabályait, akikre ez vonatkozik, fokozatosan tartsák be, aki fertőzött, ne hagyja el otthonát. És kérek mindenkit, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjon, ez pedig a koronavírus.gov.hu internetes oldal, illetve kérek mindenkit, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, keresse önkormányzatunkat a 0659 500 649-es telefonszámon, illetve a további elérhetőségeinken. Kérek mindenkit, hogy ezeket az intézkedéseket, amelyet a kormány, illetve amelyet Karcagváros önkormányzata hozott, fokozatosan tartsuk be, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Köszönöm.